mozgássérültek évzáró rendezvénye, teltházas lakossági fórum, többszörösére nőhet a fékút, megfagyott a kocsmánál a kenderesi férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 11-én 18 óra 5 perckor. A több száz taggal rendelkező mozgássérültek egyesületének karcagi csoportja megtartotta évzáró karácsonyi rendezvényét. A mozgássérültek Jászlikon Szolnok megyei egyesülete karcagi csoportja Német Imréné vezetésével megtartotta évzáró karácsonyi rendezvényét, melyet egy perces néma felállással kezdtek, ezzel is emlékezve elhunyt sorstársaikról. A város egyik legnagyobb civil szervezetének több száz tagja van. Az évvégi összejövetelre most közülük 101-en jöttek el, hogy együtt ünnepeljenek a turkevei, a kunmadarasi, a kenderesi, a kunhegyesi, a berekfürdői, az öcsödi társcsoportok képviselői, valamint több városi civil szervezet vezetőjével. Karcag a csoport tagjain kívül jönnek Öcsödről, Kunhegyesről, Kunmadarasról, Berekfürdőről, Kenderesről. Ez már megszokott nálunk, hogy egymás rendezvényeit látogatjuk. Most olyan jól sikerült, hogy a saját csoporttársaink 101 fővel vesznek részt, úgyhogy közel 150 fős rendezvény ez a mai nap, évadzáró ünnepségünk. Német Imréné csoportvezető beszámolójából kiderült. Hetente tartanak ügyeletet a tagjaiknak, ahol az ügyek intézéséhez kapnak segítséget, és havonta vannak összetartó, főzéssel egybekötött rendezvényeik is a Rákóczi utcai Sorstársak házában, de kirándulni is voltak idén két alkalommal. Munkájukhoz a karcagi önkormányzattól, a megyei egyesülettől is kaptak támogatást, hogy programjaikat megvalósíthassák. Sorstársainknak évek óta tartó ügyeleten, ami minden csütörtökön 9-től 11-ig van, a tagfelvételt, méltányossági nyugdíj emeléssel kapcsolatban tájékoztató nyomtatványkitöltés, fogyatékossági támogatással kapcsolatban, parkolási igazolás, tehát felvilágosítást adunk, gyakorlatilag nem ügyintézők vagyunk, de nagyon sok sorstársunknak kell egyszerűen a kitöltésben segíteni, ami ugye nekik néha nagy feladat, nem is úgy látnak már. Tudunk kölcsönözni segédeszközöket, amikor hirtelen kell egy rokkant kocsi vagy egy mankó, mi ezzel rendelkezésre tudunk állni. Tudunk a Máltai Szeretett Szolgálat által adománycsomagokat kiosztani, ebben az évben már kétszer sikerült, és most várjuk a harmadik tartós élelmiszercsomag. Körülbelül 150 főre lett, nem kis feladat. Minden hónap végén, utolsó pénteken csoportgyűlésünk van. Ezt mindig közös étkezéssel zárjuk, van, hogy magunk főzünk, vagy elmegyünk egy-egy étterembe, vagy fürdőbe, kisfürdő, Akácliget fürdőbe. Ilyen napokat is szoktunk szervezni, és az az igazság, hogy ezen felül ugye kirándulások szervezésével, egészségnapok szervezésével, állandó kapcsolattartás, civil szervezetekkel közösen. Nagyon sokan vagyunk özvegyek, sajnos, és talán az az egy hónapban az utolsó péntek, mert mindenki a fodrászhoz szépen felöltözik, mert találkozunk együtt. 3-4 zenés rendezvényt is szoktunk tartani, énekléssel, beszélgetéssel telnek el ezek az órák, és mindenki nagyon jól érzi magát. Közös szalonnasütés, hogy nem tudom felsorolni hirtelen az összes programot, amit ebben az évben végrehajtottunk. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő példaértékűnek nevezte a csoport összefogását, amivel a sorstársakat segítik. A közelgő ünnepekhez és a jövő évre is jó egészséget kívánt a tagoknak. Murányi Zsigmondné, a mozgássérültek Jászlikon Szolnok megyei egyesületének megyei elnöke, a megyei munkáról szólt néhány mondatban, majd megköszönte a karcagi csoport aktivitását és azt, hogy sorstársaik mindig számolhatnak a vezetőségre. A köszöntők utáni műsorban felléptek többek között a Dériné Kulturális Központ Pántlika csoport néptáncosai, valamint az egyesület tagjai. A Kádas György iskolában teltházas lakossági fórumot tartott Pánti Ildikó képviselő,
aki a körzetben végzett fejlesztésekről tájékoztatta a szép számú érdeklődőket. A lakossági fórumon megjelentek nagy tapssal jutalmazták a Györfi István Katolikus Általános Iskola kórusának a műsorát, majd dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a mezőgazdaság aktuális kérdései között kiemelte az idei szélsőséges időjárást, amivel a gazdálkodóknak meg kellett küzdeni. Adatokkal alátámasztva az élelmiszer pazarlásról is beszélt, és így az ünnepek előtt arra kérte a jelenlévőket, gondosan átgondoltan vásároljanak, hogy ne dobjanak ki élelmiszert az ünnepek után sem. A gazdálkodók eredményesen alkalmazkodtak a szélsőségessé vált időjáráshoz. Szerintem ez egy örvendetes dolog, és látszik, hogy ezek a legkorszerűbb talajművelési megoldásokat, növényvédelmi megoldásokat is átvenni. Az idei még nem ért véget, tehát én óvatos vagyok, hogy megvonjam a mérleget, de az látszik, hogy a tavaszi száraz időszakhoz képest azért jobban sikerült, mint amire számítottunk, és ez érvényes a nagykunságra is. Ami pedig a vízfelhasználást illeti, hát nyilván mindenki igyekszik takarékosan bánni vele, már csak az is, hogy feleslegesen ne fizessünk a vízért, és az érvényes az élelmiszerekre is, most jönnek az ünnepek, és sokan bevásárolnak, betartalékolnak ilyenkor, ez nagyon szép és jó dolog, de fontos, hogy el is fogyasszunk mindent, amit megvásárolunk, ne dobjuk ki, ne kerüljön a szemétbe, hiszen valamennyi élelmiszer, legyen az karácsonyi élelmiszer, mögött is a gazdáknak az odafigyelése, a munkája húzódik meg, és ami nagyon fontos, sok víz is, hiszen vízfelhasználásával tudunk növényeket termelni, jószágot tartani, a feldolgozásról, szállításról, raktározásról nem is beszélve, mert mind-mind vizet igényel, de én biztos vagyok abban, hogy a kúsági emberek azért takarékosak, és annyit szoktuk vásárolni általában, ami ténylegesen is szükséges. És most az ünnepek vannak, magyar termékeket, ünnepi ételekhez szükséges alapanyagokat meg tudjuk venni itt Karcagon is, a üzletekben, a piacon közvetlenül a termelőktől is, hiszen ilyenkor a disznótoros, a hízott kacsa, a halételek napjai fognak következni. Figyeljünk oda arra, hogy mit veszünk, egészséges, jó minőségű magyar élelmiszereket vásárolunk beosztással, úgyhogy utána az tényleg elég legyen, de ne legyen túl sok az ünnepekre. Sári Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek ötletgazdája az országossá vűvült mozgalom idei eredményeiről szólva elmondta. Ebben az évben több mint 10 000 20 év alatti fiatal, jórészt óvodák, általános és középiskolák, de már egy bölcsöde is csatlakozott a kertmozgalomhoz. Ebben az évben is a jóisten mindent ránk zúdított. Volt késő ítél, aztán jött a szárazság, aztán jött a sok víz. Tehát amit el tudunk képzelni, mindent megkaptunk onnan föntről. Aztán kaptunk poloskákat is, meg sok-sok kártevőt, de én úgy gondolom, hogy a kerteseim akkora tudás birtokában vannak, hogy minden nehézséget le tudnak küzdeni. Gyönyörű termés volt, valamelyikből kevésbé jó, de valamelyikből kiemelkedő. Érdekesség, hogy egy első év volt az, amikor a paradicsom leszerepelt, úgymond. Nem igazán volt jó ebben az évben a termés, főleg a poloskavésznek köszönhető ez, hiszen a poloska is nagyon szerette ezt a paradicsomot, és bizony tett is azért, hogy jól lakjon belőle. Nagyon sok kert most már biomódszerrel gazdálkodik, egyre kevesebb a permetezési napló, amit az országos díjra jelöltek zsűrizésénél át kell néznünk. Ez mind-mind nagyon örömteli számomra, de a legnagyobb örömhír az, hogy ebben az évben a jelentkezők, illetve a kertművelők fele 20 év alatti kertművelő volt. Első év az, a 2019-es év, amikor egy bölcsödének adhattunk országos díjat. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb eredmény nem kell. Tehát jól működik a kertészkedőknek a módszere, hiszen viszik magukkal a gyerekeket, és megfertőzik őket a kert szeretetével, és én biztos vagyok abban, hogy ezek a gyerekek később is hülyek maradnak a földhöz, szeretik majd a kertészkedést, sikerül velük megtanítani annak csínyát, bínyát, minden fortéját, és nem járnak úgy, mint nagyon sok 20 éves, aki elkezdene kertészkedni, szeretne elkezdeni kertészkedni, hogy az interneten kell neki utána nézni. Aztán persze közdével, hogy az interneten nem lehet boldogulni, és akkor mit csináljon? Én biztos vagyok benne, hogy ez a sok fiatal lesz akkor a tudás birtokában,
hogy majd amikor önálló életet alakít ki magának, akkor a kertészkedés már nem is lesz kérdés számára, és az sem lesz kérdés számára, hogy hogyan is kell elkezdeni egy kertet művelni. Mutassuk meg azt, hogy az emberek milyen gyönyörű kertet művelnek, és mikre képesek az emberek, és milyen tudás birtokában vannak, és ez a jó példa, ez bizony ragadós. Az, hogy most mi az indítatás, azt nem is kell nézni. Van aki irítségből, ha ő díjat kapott a kertjére, akkor miért nem kapok díjat, hiszen az én kertem is szép, és akkor nevez a következő évben. Vagy ha eddig nincs kertje, akkor elgondolkozik rajta, hogy húha, milyen szép kertet művel, én is meg tudom ezt csinálni, és akkor még talán segítséget is kért a szomszédjától, vagy bizonyítási vágyból, vagy pedig csak szükségből. Egyébként nagyon érdekes volt ez a tapasztalat, amikor a Büntetés Végrehajtási Intézetben átadtam a díjakat, akkor a két elítélt, illetve nem elítélt nekünk, hiszen ők előzetes letartóztatásban vannak, két bent lakónak tudtam még átadni ezt a díjat, és ők minden ketten azt mondták, hogy nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, mert egy biztos pontot éreznek maguk mögött, mert hogyha kikerülnek, bármikor is történjen ez, akkor most már tudják, hogy legalább az élelmiszert meg tudják maguknak termelni, és nincsenek egyedül. Ez egy nagyon nagy szó, én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon eredménye a programnak. Termeljük meg magunknak azt, amit megeszünk, és hogyha nagyon-nagyon pontosan akarunk számolni, akkor bizony rájön mindenki arra, hogy nagyon megéri, hiszen nagyon sokat pótol a háztartás büdzséjében az, hogyha valaki megtermel magának ezt-azt, az akár nagyon sok mindent is. Kis területen nagyon sok mindent meg lehet termelni. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke kapcsolódott az előzőekhez, hiszen maga is biogazdálkodó, majd új feladatáról beszélt, és a jelenlegi és a jövőben várható megyei támogatású pályázatokról is beszélt a jelenlévőknek. Leginkább azok a területi operativitással bíró programok tartoznak a megyei önkormányzatokhoz, amelyekre elsősorban önkormányzatok jogosultak. Az önkormányzatok által fenntartott létesítmények felújítására, korszerűsítésére vagy akár bővítésére lehet majd pályázni. Eddig is volt ilyen, és Karcag nagyon sikeresen vett részt, és ez a választókerület Berekfürdő is azzal a turisztikai élményközponttal, amivel pályázott, azzal nyert, és olyan kiemelt támogatásra lett ezáltal jogosult, ami a térség gazdasági felemelkedését minden szereplőn keresztül segíti. Tehát a legkisebb vegyesboltostól kezdődően a benzinkutasig mindenkire pozitív hatása lesz ez a fejlődés. Sőt, tehát azok a gazdálkodók, akik már gazdálkodnak, azok talán fenntarthatóbban és környezettudatosabban is fognak tudni ezután gazdálkodni. Minden ösztönző ebben az irányba hat, és a vidékfejlesztési program újra programozásánál is erre különös tekintettel figyelnek az Európai Unió és a hazai szakemberek is. Az est meglepetés vendége Dominique Ducó, az Ocean Magyarország Kft. Vezérigazgatója, és Balázs Ildikó, vállalati kapcsolatok és minőségügyi igazgatója volt, hiszen a városból évente több ezer sertést vásárol fel a cég. Rövid előadásban vezérigazgató úr vázolta azt a háztáji sertés programot, amiben karcai gazdálkodók is bekapcsolódtak, mindegy 5000 házi disznót sertést vásároltak föl már innen, és ezt mind prémium terméket értékesíti az üzletlánc. Más üzletláncok is követhetnék ezt a példát, nekem meggyőződésem, hiszen jó minőségű termék, ez helyi ízekhez lehet így hozzájutni, és látszik, hogy a multik is nagyon alkalmazkodó képesek. Fontos az, hogy az élelmiszer piacon a vásárló számára a teljes kínálat legyen, jelen legyen, tudjon vásárolni a termelőtől, a termelői boltokból, a piacon, a helyi kis üzletekben, és a közepes és nagyobb multiláncoknál is hozzájusson azokhoz a termékekhez, amelyek ott kaphatóak, és a Osan is bekapcsolódott egy rövid ellátási láncba, tehát helybeli termékeket is árusít a világ legkülönbözőbb tájéről származó portékák mellett. Ha a tájékoztatón elhangzott, nagyon elégedettek a karcagi gazdákkal, nagyon jó prémium minőségű sertéseket tudnak innen áruházaikba felvásárolni. Azt is bejelentették, hogy jövőre több mint 100 terméket szeretnének az zöldségtől gyümölcsön, savanyúságon át hazai beszállítóktól felvásárolni. Akár 75-100 méterre is nőhet a fékút 50 km/h mellett, havasúton, nyári gumival. Ez többszöröse a normál fékútnak, ami nagyon veszélyes.
Albert Péter vezetés technikai szakértő televíziónknak elmondta, hogy 50 km-es óránkénti sebesség mellett nem téli körülmények között körülbelül 7-8 méter a fékút, vagyis ekkora távolságon belül állhat meg az autó. Téli gumival havas úton ez akár 30 méter is lehet, tette hozzá. A nyári gumi anyaga 0 fok körül teljesen rideggé válik, a rugalmassága megszűnik és a felülete sem úgy van kialakítva, hogy megbirkózzon a hóval. Ha kimegyünk télen egy nyári gumiabroncsal, nem csak önmagunkat, de mások életét is veszélyeztetjük, hangsúlyozta. Magára hagytak egy magatehetetlen férfit Kenderes egyik utcáján, miközben a hőmérséklet fagypont körül volt. A nyomozók két férfit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és egy nőt segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítanak. Bejelentés érkezett a rendőrségre még reggel, miszerint Kenderesen a közterületen egy férfi holttestet találtak. Az elsődleges adatok és információk alapján bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A tapasztalt nyomozók azonban rövid időn belül olyan bizonyítékok birtokába jutottak, amelyek felvetették a gyanút, hogy bűncselekmény történt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 60 éves férfi 2019. december 3-án az esti órákban egy kenderesi sörözőben tartózkodott. Órakor két másik vendég kikísérte az utcára a maga tehetetlen idős férfit, majd a járdán lefektették és távoztak. A pultos zárást követően látta a földön fekvő helyi lakost, mégis segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A magára hagyott férfi másnap reggelre a fagypont körüli időjárási viszonyok között életét vesztette. Az orvos szakértői vélemény alapján halálát kihűlés okozta. A Jásznak Kunszolnok mély rendőrfőkapitányság a két férfi ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, még a pultos nő ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást. A Jászlánykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a két férfi ellen emberölés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, míg a nő ellen segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!